Elszámolta magát a Sheen. Sheen, így mondják, nem is tudtam. De most már elbeszél. Sheen. Krúbi túllőtt a célom. Te felismered az arcokat? Visszasírják a nők a feminizmus előtti időket. A közös többször is nagyon, hát már hetek óta forgattuk, szóval most ez egy ilyen pont így jött ki, hogy most itt a közös többszörös, az emberek így megláttak ott, és azt mondják, hú, most akkor jó lesz egy kis, jól van ez egy, és megint itt vagy, mit szólsz ez? Mindenkitől elnézést kérek. Ja, bemutatom a vendéget, Bányai Juditot, akit ismerhettek például a... Nem akarok beleszólni. Nem akarok beleszólni Instagramról, meg a sajátodról. Meg a sajátomról, igen, meg a Sis Creation oldalról is, ahol horgolgatok, kötögetek, ott midlife krízist... Midlife? Azt félresöpörtem. Hát ez még korán van ahhoz, nem? Hát épp ez az, hogy az nem is fog nálam bekövetkezni, hanem így a tinédzser évekből rögtön nagymamaként tolom. Igen. Ezt a Fancsikai Esztertől eltanultam, igen. Ez jó, és ez segített a... Most akkor nincs semmi krízis? Egyelőre nincs. Figyelj, beszültem két gyereket, innentől kezdve én végeztem dolgom. És akkor így van az a vállalkozás, az a cuki vállalkozás? Mondja. Igen, ilyen kis kedves. Kötögetek, hímezgetek, goblenezés, kézi munkázás, de hát mindig szoktak jönni a jó poénok. Kézi munkázol, és akkor mennyi elől hátul négy munkázás kettő? Ja, nem hát, is tudom, elkezdeni interneten, hogy ilyeneket írnak. Hát mindenki tiszteltudó szokott lenni. Abszolút, nem kell, nem kell nekünk se nézegetni ezeket a kommenteket. Amúgy megjósoltam a közös többszörösnél is, milyen kommentek lesznek, voltak is olyanok, hogy valaki azt mondta, hogy nem hallgatja végig ezt a nők hisztisznek. Hát ne, picsa hiszti. Igen, úgy beírta azok a kedvenceim, hogy 1 óra 40 perces rész, és 10 perc után már ott van 20 komment, gondoljátok, hogy milyen értelmesek azok. Amúgy, aki még nem nézte meg, nézze meg a közös többszörös, mert szerintem nagyon jól sikerült, és ahogy látom, hogy az emberek nagy részének tetszik, csak hát mindig megosztó téma az, hogyha nőkről beszélsz bármennyit. Hát vagy ha egyáltalán nők beszélnek bármennyit. Hát igen. Meg itt igen, így szabad szájúan beszéltek. Csúnyát is mondtál te is. Az Eszter is csúnyán beszélt néha. Nem ezt várják el a nőktől. Úgyhogy ez nagyon sok szinten azért felháborított az embereket. De. Ez egyszer kiengedett a férjem a házból, akkor már nyomják. Ja, de nektek könyvetek is volt, nem? Igen. Arra kíváncsiak vagyunk, hogy be lesz-e fóliázva, mert ugye az a karakter, amit az Eszter írt, ő egy leszbikus nő. Hát akkor biztos be lesz. És, ilyenkor most a Libriben van valaki, aki... Hogy honnan, nem értem, hogyan tudják ott van ezt? Egy adatbázisban az összes könyv, amiket így a szerkesztők átdobtak ilyen doksikba, és akkor ott egy ilyen Ctrl-F-es keresés nyomnak, hogy buzi. Mert most már a Libri is megerősítette, hogy igen, hogyha valamilyen könyvben LMBTQ személyiség van, vagy valami, az befóliázzák, mert könyvben nem tudom, buzi lesz a gyerek, ha ránéz arra a könyvre. Kivéve, hogyha a keresztény könyvben van, ami ellenzi a melegséget, az biztos nem lesz befóliázva. Lakossági bejelentés alapján fóliáztak, azt írjátok. Amúgy ki az a lakosság, aki erre van ideje? De főleg ezek tini regények egy csomószor, az elmegy a néni, hogy elolvassa, hogy az anyuka vagy? Hát lehet, hogy tudja, hogy az unokám olvasta, és akkor ő is emiatt lett ilyen... Ja, igen. Gusztustalan ember. Felnyírt haja lett. Viszont itt még, hát mi is fogunk ilyenekre, úgyhogy most ezt a részt is be lehetne fóliázni, mert majd rátérünk még ilyenekre. Itt nagyon megosztó témákat hoztunk. Először kezdjük a szépségversenyekkel, mert erről volt egy téma most. Nemrég volt a Miss Hungary, vagy valami ilyesmi. Miss Universe Hungary. Itt volt egy cikk, amiben így elég megosztó, hogy aki ezeket szervezi, az nagyon-nagyon, szinte a szépségverseny az gyakorlatilag az alfa és omegája itt a dolgoknak. Egy pszichológus meg nagyon ellenzi ezt a dolgot. A versenyigazgató az nagyon védi, hogy igazából nagyon szép mondatokat mond. A mai rohanó világban szükség van értéket teremtő, megőrzés fejlesztő intézményre, és ez lenne a... Ezzel egyet értesz? Hát igen, de hogy ennek nem ad teret a szépségverseny. Tehát így próbálják most a szépségversenyt egy olyan köntösbe bújtatni, hogy egyébként itt most a belső értékek számítanak, és arra is nagyon figyelünk, hogy milyen a személyiségük, meg az, hogy itt nagyon tényleg rá akarják erre húzni, hogy ne a testalkatot nézzék, meg a fizikai adottságokat, hanem azt, hogy milyen ügyekért áll ki az ember, stb., de hogy ezt de egy ilyen pár napos, vagy nem tudom, pár hetes leforgású szépségversenybe, ezt nem tudják eldönteni.
segíteni. Szóval akkor nézzenek, nem tudom, előre egy, tegyük fel 5 éves periódust, és akkor abban milyen mozgalmak mellett állt ki, vagy milyen ügyek mellé állt be, miket tett azért, hogy értéket teremtsen, vagy tartson fel. De most milyen ügyet mellé áll be? Hát ezek egy csomószor ilyen teljesen ismeretlen emberek. Most az, hogy azt mondja, hogy jó, én a kutyák ügye mellé állok, most ezzel most előrébb vagyunk valamivel. Szóval olyan fura, hogy a szépségverseny az a szépségről szól, a nevében benne van, akkor miért kell ezt így? Vagy... Ebbe a köntösbe bele. Hát igen, ez olyan álságos. Hát persze, hogy álságos. Azért, hogy még mindig tudjon futni, mert gondolom rohadt sok pénz van benne. De miért? És ezt le is írják benne, hogy, hogy miért. Azért, mert mindig igény lesz a szépségre és az esztétikumra, de hogy alapból is tényleg a szépség is annyira egy relatív dolog, hogy meg azt nem tudom elképzelni, hogy ki az, aki leül a tévé elé és izgul egy szépségversenyért. Én abszolút nem értek egyet így a szépségversenyek azt írja, ezt tetszik, hogy miért van erre szükség. Egy kormányzó idézetével válaszolt, hogyha a nőket edukálod, akkor a generációt edukálod. Hát igen, de hogy az hol edukálás, hogy kiteszem jó, őket brandeli. A kirakatba, és akkor így mosolyog. Azok a nők, akik változtatni tudnak, a nők inspirálják a férfiakat, a gyerekeket és a társadalmat. De ez hol inspiráló? Tehát, hogy hát inspiráló, hogy szép. Azt mondtam az ügyeket, hogy ha már ilyen álságos izé mögé berakják, akkor tényleg legyen az, hogy néznek X idős periódust, hogy jól van, én most voltam rászorulóknak főzni, vagy bármi ilyesmi, és akkor azokat így a kis csapatommal, családommal, nem tudom, a szépségversenyes barátnőkkel szétosztogattam. Az is álságos, de legalább valami minimál is haszna van, mint sem az, hogy fölmegyek, és akkor egy flitteres ruhában megmutatom, hogy igény van a szépségre, és én szép vagyok, úgyhogy szavazz rá. De úgy szerintem ezt őszintén is meg lehetne védeni, azt, hogy azt lehet mondani, hogy nagyon sok dologban versenyeznek az emberek, most a szépség az lehet egy ilyen verseny is, nem? Hát igen, csak most mi alapján, tényleg arra is tök kíváncsi, hát ez mi egy... alapján zsűriznek. Hát mint egy, ugyanúgy, mint egy, tudom is, egy zenei díját adott, és valamennyire Hát de a zenei díját adónál ott vannak szakmai szempontok, tehát hogy akkor viszont a szépségversenynél is legyen... Hát itt is lehet szakmai szempont, de hát most én őt látom a legszebbnek, ő valamiért kiemelkedően szép, és akkor nem tudom, szóval ez is egy emberi tulajdonság, hogy valaki mennyire szép. Nyilván ezért is lehet tenni, de ez is valamennyire beleszületett dolog. De valahol az, hogy valaki milyen okos, az rendben van, hogy megmérjük, hogy ki milyen okos, de az is valamennyire beleszületett dolog, azt is ugyanúgy lehet fejleszteni, de miért van az, hogyha valaki mondjuk kiemelkedően szépnek született, akkor miért nem lehetne ezt megversenyeztetni? Ha ő ezt szeretné. Mindkettő, az okosság is valamennyire vele született, az meg teljesen rendben van, hogy akkor az sok versenyen megversenyeztetjük. Most nem lehet valakit elképzelni, most te nem tudod elképzelni, hogy van egy lány 2023-ban, ő szívesen elmegy önszántából egy szépségversenyre? Hát de elmennek, de hát szegények olyan környezetből is származnak, ahol tényleg az adja az értéket, szinte az egyedüli értéket a nőnek, hogy szép és jó ránézni. De hogy akkor, hogyha tényleg csak a különlegesség meg a szépség számítana, tehát ezek a lányok majdnem ugyanúgy néznek ki ott. Akkor valami, nem tudom, lássak valami diverzitást, érted? Mert amúgy tényleg megnézel egy versenyfotót, most nem tudom, hogy itt van-e, mondjuk itt csak egy hölgy van rajta ezen, de hogy mindegyik lány ugyanúgy néz. Akkor ki lehet, ott. Hogy úgy kéne, hogy smink nélkül kell versenyezni. Amúgy azt mondjuk, szétadnám. Mert a smink az nagyon mindenkit meg az, hogy ne uniformizál. Legyen, nyilván gondolom hivatalosan nem szempont a testalkata valakinek, de hogy egyébként el tudom képzelni, hogy ez alapján is vannak kipöckölgetve emberek. Elképzelhetetlen. Mit gondoltál? A pszichológus azt mondja, hogy a bűncselekmények tartja a szépségversennyel összefüggő tevékenységeket. Jó, mondjuk a bűncselekménynek azért nem tartanak. Jó, azt lehet, hogy ő is túlzos. Mondjuk a gyerek szépségversenyt, azt... Az létezik? Magyarországon aztán nincs ilyen, de... A fenéket nem. Van gyerek szépségverseny. Na, ez tényleg fura. A telexesek nemrég, nálam a nemrég az így az előző 2 év is lehet, szóval nemrég valamikor csináltak erről egy nagyobb anyagot, hogy milyenek a gyerek szépségversenyek, és hogy ez még mindig ilyen tök... De ez, dolog. Ez most ez egy családbarát kormány, most minden ilyet betétem, ez mondjuk akkor akár a gyerek szépségversenyekre is hozhatna valamit, mert ez tényleg biztos nem a gyerek akarja, vagy ha a gyerek akarja, akkor biztos a szülő ültette a fejében, szóval. De amúgy is olyan fura, mi az, hogy szépségverseny gyerekek közt? Ez felvet pár problémás dolgot, nem? Ez rengeteg. Én azt mondom, hogy felnőtt emberek hadd csinálják, amit akarnak, bár valószínűleg tényleg itt, hogy mondjam, vannak ilyenkor gyerekkorból hozott sérelmek, ami miatt elindul egy ilyen az ember, de például itt egy újabb hírünk, ami a szépségversenyekhez kapcsolódik.
transznemű nőt választottak Hollandia szépség királynőjévé. 22 éves modellként dolgozik, ő lett az első transznemű Hollandiában, aki szépségverseny nyert. Erről mi a véleményed, mint nő, hogy egy transznemű nyerte a női szépségversenyt? Na ez, itt vigyázz, mit mondasz. Ez egy vékony jég itt a Lipsi világban. Úgy gondolom, hogy szépségversenynél, ha már megvan tartva egy ilyen szar. Szóval ezzel nekem nincsen feltétlen problémám, hogy egy transznemű nő jelentkezzen egy nőknek szóló szépségversenyre. Viszont a sportoknál meg inkább. És akkor mi alapján döntöd? De ottani, akik nők jelentkeztek, ők nem érezhetik azt, hogy figyelj, lehet, hogy van ebben egy kis, hogy mondjam, egy olyan is, hogy na most akkor mi megmutatjuk, hogy mennyire felvilágosultak vagyunk, és ezért egy transznemű nyerte, és nem volt egy szebb nős. Ezt az összes ilyenre ráhúzhatod, ahol meg vannak jelenítve emberek, vagy melegek. Az hogy megjelenítve, az más, mint az, hogy megnyeri a legszebb nődíjat. Ebben a témában még egy kicsit tovább megyünk amúgy, és akkor itt már muszáj azt, hogy megosztott mondanod, vagy nem. De most volt egy ilyen kis, nem balhé, de hogy ugye a nők hamarabb mehetnek nyugdíjba, amit alapból nem értek. Pedig a férfiak kevesebb ideig élnek. A nyugdíjba beleszámít a nőknél az, hogy amíg otthon voltak, gyersen megijenek? Amíg pihentek otthon. Amíg is otthon lóvatták a lábukat, és a gyerek meg sírt, és akkor beraktak neki majd bogyó és babócát. Hát igen, egyébként. Szóval, hogy az is szerintem beleszámít. Akkor miért mehetnek hamarabb be? Azt nem értem. De azt nem tudom pontosan. Nem tudom, hogy ez így a jogban hogy van. De itt Angyal Elvira pereskedett. Mert hogy ő már nő, és akkor az van, hogy akkor önnek is hamarabb szeretne nyugdíjba menni, és azt mondták, hogy nem, de aztán mégis, mert az ott már van egy ilyen transz. Hát igen, mert a 33-as törvény előtt még meg tudta változtatni azt, hogy ő az irataiban is nőként szerepel. Csak van egy nyilvántartás, ahol ezt nem írták át, és ott még férfiként van ő feltüntetve, és emiatt nem akarták elengedni hamarabb nyugdíjba. De végül elengedték. Végül mert melyik veszprémi törvényszéken volt ez? Nézzünk bele ebbe a videóba, csak úgy, hogy már, ha már van egy ilyen, lássuk, hogy mit mond. Amúgy 67-es születésű vagyok, szép lassan eljött ez az idő, amikor a nők korengedményes nyugdíjba vonulását igénybe tudtam volna venni. Nyugdíjintézethez fordultam, hogy számolják el az időmet. Ez megtörtént, és hát nagy meglepetéssel tapasztaltam, hogy a női státuszom az nem igazán szerepelt végig ezen az írományon. Szóval itt van egy kicsit. Nem értem, hogy miért nem szerepel az írományon, hogyha tényleg minden egyes nyilvántartásba átírták, tehát a személyigazolvány, azt hiszem, de ebben nem vagyok biztos, kezeljétek fenntartásokkal, de hogy azt hiszem, hogy ilyenkor még a születési anyakönyvi kivonatban is átírják azt, hogy ő... Na most nem ő. Régen az volt, most már nem. Hát most már nem, de neki még a törvény előtt, a 33-as törvény előtt neki végigmentek ezek a papírok, ő hivatalosan most már nő. Én itt húznám meg a vonalat. Törvény előtt megcsináltad, az szerint a rendszer szerint te nő lettél, ott van minden egyes okmányodon, hogy te nő vagy, akkor nő, kész. És akkor ugyanúgy egyébként, ahogy a törvényszék is megállapította, akkor jól van járjon neki ez a jó, de amikor dolgozott, akkor még férfi volt. Nem. Hát egy csomó ideig. Ezt hogy arányosítod? És akkor most az lesz, hogy minden férfi a nyugdíj előtt kitalálja, hogy amúgy én nő vagyok, és akkor felvesz egy parókát. Hát most már nem. Most már nem. De amúgy a transzneműségnek nem kell, hogy átműtesd magad, nem? Van olyan, csak azt mondtad, hogy akkor mostantól transz vagy, mostantól nő vagyok, írják át, és megyek nyugdíjba hamarabb. Én ezt nekem furcsa. Hát de most már nem lehet ez. Hát de ő még abban a rendszerben lett nő, amikor lehetett. Talált egy kis kaput erre. De akkor is fura nekem, hogy na, most akkor mennék is nyugdíjba. Ez szerintem nem kiskapu. Akkor lenne kiskapu, hogyha a mai rendszerben egy transz nő próbálná ezt áttolni a rendszeren. Mert hogy a mostani jogrend szerint nem lehet a transz nő nő, hanem a születési neme határozza meg a nemét. És hogyha erre talál egy kiskaput, akkor azt mondom, hogy az kiskapu, igen. De itt még a hivatalos szervek elismerték, hogy ő nő. Az volt még, amúgy nem tudom, ez érdekes, hogy így teljesen át lehet iratni, vagy át lehetett régen iratni. Ez azért mondjuk egy máshol nem egy orvosnál azért számít, nem? És ha mindenhol át van írva, hogy te nő vagy, és akkor ott ülsz, és igazából nem csinálta semmilyen műtétet, akkor az én zavarba lennék, mint orvos.
Hát jó, gondolom nem ül be nőgyógyászhoz. De, közben az előjogokat azt azért elvárja, hogy hamarabb nyugdíjba mehessen. Hát én alapvetően nem értem, hogy miért mehetnek a nők hamarabb nyugdíjba. Az a baj, hogy én amikor azt mondjuk már egyáltalán nem számol a nyugdíjjal, szerintem. Én úgy vagyok, hogy... Mi már rakunk félre a nyugdíjunkra most magunknak, és kész. Teljesen biztos vagyok benne, hogy nem elég semmire a nyugdíj, úgyhogy vagy addig meccsenod a szerencsédet, vagy tak mindegy. Igen. Vagy eltartatod magad a gyerekeiddel. Ja. Építesz egy több generációs házat a csokból, figyelj, jegyzeteljetek, adom az ötleteket, és a gyerekeidet ott tartatod, mert leszel egy ilyen nagyon érzelmileg abúzív szülő, és nem engeded. Ezt tervezed? Persze. Aha. Azért mondom, hogy nem 10, itt 50 éves tervek vannak. A gyerekek ott maradnak, aztán eltartatod magad velük, kész. De lehet, hogy a gyerekek azok majd szívesen kimennek külföldre, és azt mondják, hogy te rohadjál meg itt ebben a diktatúrában. Ki tudja, hogy addigra ugye hol fogunk tartani, de így az irány alapján nem biztos, hogy egy ilyen fejlődő, nyugati, nyitott társadalom leszünk így 20 év múlva, de hát még bármi megtörténhet. Rajtatok is múlik, de amúgy én felháborítónak találom, hogy a nők hamarabb nyugdíjba mehetnek. A férfiak meg kb. Akkor mehetnek nyugdíjba, amikor az átlag életkor van, és akkor kösz. És akkor lehet, hogy szerencsédben egy-két évet még leélhetsz a 100 000-es nyugdíjaddal. De hát a férfi alapból is a otthonról elmenekül a munkába. Jól érzi ott magát. Hát mert elüldözi valaki. Na várjál, és hogyha az a transznemű csávó, vagy valaki, aki transznemű, bejön a menstruációs szabadság, akkor ő is kikérheti. Az a mi a véleményed? Nem. Te ki, joga jár, ott van nő, nőknek jár. És kikéri ő is. Mi, most már akkor itt már meghúznád a határt? Figyelj, akkor is meghúznám, hogyha belépett a nő abba a bizonyos korba, hogy már nem menstruált. És akkor ezt mi be kell jelenteni? Egyébként ezt nem tudom, hogy szóval tök jó ez a menstruációs szabadságos kezdeményezés meg rendszer, csak nem tudom, hogy ezt hogy fogják ellenőrizni. Szóval akkor nem kell a munkáltatódnak bevinned a nőgyógyászt egy papírt, hogy igen, neked bizonyos okok miatt fájdalmasabb a menstruáció. Hát még nem vezették be, úgyhogy valószínűleg hát kell. Hogy fogják, hogy mi lesz ennek, hogy fogják ezt ellenőrizni? Csak nem tárom szét a lábamat a főnökömnek, hogy amúgy tényleg menstruálok, eskü. És hogy így fáj. De rossz. Általános iskolában a testnevelés órán nem volt kedved 12 perces futást futni. És ezt csináltad? Nem, nekünk megmondta a tanár, hogy akkor is futni kell. Ó, szegény. Akkor még egyenlőség volt. Most meg már Cooper se kell futni a nőknek, csak azért, mert jaj, kicsit fáj minden héten. De tényleg, én kíváncsi leszek erre a rendszerre. Mert nem lesz ilyen. Úgy tűnik Magyarország, hogy ilyenek felé megyünk. Itt is van egy oka, hogy miért élnek kevesebbet a férfiak amúgy, mert vannak statisztikák arról, hogy hát a sportolás meg a cigizés az eléggé megy, meg a túlsúlyosság is. Főleg azt mondja, hogy ez a legnagyobb 50-74 között már elég sok ember túlsúlyos itthon. A fiatalok között csak mondjuk azért az is durva, hogy azért 28% azért túlsúlyos vagy elhízott itthon. Durván felmegy 25 évtől, szóval már a lakosság több mint fele túlsúlyos vagy elhízott itthon, az kemény. És aztán ez, Jézusom, nézd meg! Hát a rántott mindenek országában, ezen nem kell csodálkozni szerintem. De egyébként tökre látszik, hogy kik azok, akik abban a korban éltek, amikor tényleg mindent kirántani, minden nagyobb legyen, a kaja hiszed, az egyetlen öröm. Ez változott szerinted? Belvárosi buborékodban megváltozott. A mikorosztályunkban sokkal inkább benne vannak a diétakultúrák. Annak divatja, hogy megy edzeni, egészségesebben étkez, stb. És ez a statisztikán is meglátszik. Aztán nézd, szülnek gyereket, és onnantól kezdve ott vannak a gyerekek, kész, én már sörözhetek, ehetem a rántott húsomat. Azt tudtam, hogy ez egy veszélyes korszak, én is mindig az volt, hogy 30 fölött már figyelni kell, mert ott nagyon bele lehet csúszni. Én már félek is, hogy bele fogok csúszni. És ott kell elkapni, 20 évesen még mindent megúsz az ember, nem, hogy így össze-vissza zabálhatsz, de 30 fölött már és az első ilyen nehéz visszahozni. Az a másnap. Elérsz, vagy közeledsz a 30-hoz, és akkor másnaposan, így nem tudom, két napig tart a másnap, belázasodsz, belázasod? Aha, nem kéne ennyit inni. Volt olyan, hogy nem tudom, síelésen elmegy síelni, és akkor nyilván nem teáznak végig, és volt rá példa, hogy annyira másnapos volt, hogy utána belázasodott, meg ilyesmi. Ő is már 30 fölött van. Én csak rajta keresztül látom ezeket. És már elkezd elhízni. Ez már nagyon durva. 55 és 64 év között az országnak a 23% a normál súlyú, az nagyon kemény. Az a baj, hogy ez valamennyi
annyira az, azért is van, mert ez egy szegény ország, és a szegények nehezebben választanak egészséges ételeket, mert azok nagyon drágák hát, amúgy. Igen, tudnának se. És akkor a nap végén meg ott vagyunk, hogy ez meg nagyon sok pénz amúgy, szóval valahogy ez hosszú távon gondolkoztatna úgy a kormány, hogy ezt valahogy hosszú távon jól járnánk, hogyha egészségesebbek lennének az emberek, mert sokkal kevesebb lenne a orvosi költség velük. Így meg... Kevesebb lenne velük a baj. Ennék otthon a családtát. Valahogy több pénzt raknak bele, és az visszajönne. Így évente menjenek el szavazni, és akkor kész. Mondjuk igen, az, de hát a zöldségek meg ilyenek. Amúgy lehet nyilván egészségesebben étkezni, kevesebb pénzből is, de hát igen, csak nem olyan egyszerű. Olyan recepteket ismerned, stb. Szóval, hogy azért egy 55-74 éves embernek a megrögzött diétáját, recepteket, stb. Ezeket átalakítani már szerintem elég nehéz. Szóval, ha van mondjuk egy olyan gyerek vagy unoka, aki segít ebben, edukálja őket, meg egyáltalán nyitottak rá, akkor lehet ebben valamennyi változás, de hát most amúgy meg, mondd meg egy 70 évesnek, hogy vegye tofut. És ez jobb. Érted? Itt elkezdek vérvegánkodni, és itt habzó szájjal fogom mondani, hogy azért vagytok elhívzó, hogy zabáljátok a húst, nem vagytok normálisak. Hát figyelj, ez a magyar konyha amúgy nem segít ezen szerintem, hogy minden zsírból és olajból van, meg igen, ilyenekből. De azt mondják, hogy azért valamennyire az elhízás az a szegények betegsége. Nyilván egy jobb módú ember az megteheti, hogy egészségesebben étkezik, vagy drágában vásárol, vagy olyan alapanyagokból. Szóval valószínűleg igazából ezen akkor lehetne mit tenni, hogyha az ország nem lenne ennyire elszegényedve, és akkor, de hát az meg a legnehezebb, ugye azt nem tudom, hogy meg lehet oldani. A másik az már, hogy mennyit sportolnak az emberek, az viszont hát az már inkább rajtuk múlik, bár az is érthető, hogy egyszerűen nem mindenkinek van ideje, meg nyilván aki egyedülálló és jól keresenek, lehet, hogy sokkal több ideje van elmenni edzeni, de amúgy igazából kifogás, bárkinek lenne ideje fél órát otthon edzeni, vagy 20 percet, de mondjuk az elhízás az főleg amúgy a kaján múlik, de hogy én is kevesebbet edzem, mint szeretnék, de amúgy érzem ezt a, te vágod ezt a négy gyertya dolgot. Mert én régen néztük ezt, az, hogy van a életben a barátok, a család. Valami spiricot? Nem. Jó, megijesztettél. A barátok, a család, az egészség és a karrier, és hogy egyszerűen nem lehet minden négyben jónak lenni, hanem egy idő után egyet el kell hanyagolnod, vagy kettőt is, hogy másik kettőbe kiemelkedő legyél. Ezt egyre inkább érzem én is, hogy ez a négy egyszerűen, hogyha valamiből kicsit mondjuk többet kell dolgozni, akkor egyszerűen nehéz az, hogy mindegyikbe tényleg mindenre legyen időd. Hát, hogy mindegyikre konstans, az aha, igen, de szerintem, szóval nem is kell mindegyikbe folyamatosan ugyanolyan jól teljesíteni. Tehát az egész élet erről szól, legalábbis nekem eddig az egész életem erről szólt, hogy ez a négy között próbálok így egyensúlyozgatni. Ja, de egyszer csak feladja az ember. Biciklin. Nyilván, hogyha mondjuk vannak kiskapuk, biztos, hogyha személyi edző vagy, és a barátaid, a munkatársaid, akkor elég jó, mert akkor az a munkát, hogy egészséges legyél, vagy nem tudom, de amúgy a legtöbb embernél azért hogy sokat kell dolgozni ott a család, és akkor lehet, hogy próbál egészségesen lenni, eljárni edzeni, akkor meg a barátokkal tud kevesebbet találkozni, szóval ez így nehéz ezt azért tényleg összerakni felnőttként. Én tényleg úgy voltam egyetemistaként, hogy így csak csesztem el az időmet, és most meg érzem, hogy így, és akkor néztem, hogy mi az, hogy nincs időd valamire, hát most meg nem, nincs időd. Neked sincs időd mindenki, hogy elmenni kávézgatni, hát meg ilyenek. Tényleg azt gondolom, hogy ha mondjuk van egy húzósabb időszakod munkában, akkor teljesen érthető, hogy minden háttérbe szorul. De hogyha aztán az lazul föl, akkor vissza tudod pótolni másokban az időt. Mondjuk itt a barátokkal töltött minőségi időre gondolok, vagy akármilyen családi esemény, bármiféle programozás, kimenni a következőt. De ez nem elképesztő időmenedzsment, hogy ezt hát az, hogy ezt a négyet így megtartsd, úgyhogy még alszol is, ami meg az egészség, ugye? De hát mondjuk azt hát lehet, az hogy baj, fel én kezd ebből csípek le. Ja, 20 perccel hamar. És akkor a YouTube-on végignézel egy edzést, vagy valami ugrálás, szóval ilyeneket lehet, nem lehetetlen edzeni, hát és főleg akik egész nap ülnek. Sok esetben felesleges dolgokra cseszi el az időt. Tehát én állítottam be a telefonomon az alkalmazásokra időkorlátot. És sokat hatott? És be is tartom. Az igen. Hatalmas önuralom kell hozzá, de be is tartom, mert tényleg az volt, hogy elaludtak a gyerekek, elkezdtem dolgozni, és akkor közben, főleg, hogyha ilyen adminisztrációs dolgokat kell csinálni, azokat nagyon nem bírom egy seggel megülni, és akkor többször tartok közben minimális szüneteket, és akkor ránézek a telefonomra, és beszippant. És azt veszem észre, hogy majdnem egy órája már ott ülök a dolgozós asztalomnál, és csak pörgetem az Instát, de nem
az, hogy akármit értelmesebb cikkeket olvassak, hanem tényleg semmi értelmeset nem látok. Nem is ismerős nekem ez a helyzet. És utána meg bűntudatom van, hogy most komolyan 50 percet elbasztam arra, hogy nézzem a semmit. Igen, én azt javaslom, hogy nézzétek, ha jól van ez egyet, és amíg a jól van ez egy tartod, addig sportoljatok valamit. Igen. Ez pont jó. Föl a fél óra. Futópadra, ellipszis, mulahop karika, nem tudom. Igen, lakosság nagy része tud venni egy ellipszis tréner, és tudja hova rakni. De ki lehet menni, azt futkosni a ház körül is, nekem mindegy. Viszont itt van, amire már nem lehet kifogás annyira, mert 2022-ben 16 éves, és annál idősebbek több mint 3/4 egyáltalán, 1/5 pedig napi szinten dohányzott. Én azt hittem, amúgy elméletileg már kevesebben dohányoznak, mint régen, de és én nekem ez a benyomásom. Hát hogy... de mit vesz dohányzásnak? Hát gondolom minden. Csak a nikotintartalmú készítményeket? Szóval, hogyha így ilyen vépeznek, abban van olyan, aminek nincsen nikotintartalma. Csak fincsi, meg ilyenek, mindenféle gyümölcsös. Valami függőséget az is okoz, de ha más nem a pszichológiait. Hogy okoz, persze, hogy okoz, csak abban nincsen nikotin, és nem tudom, hogy ez a statisztika, ez a nikotintartalmú készítményekre vonatkozik, vagy minden egyes. Nem, ezek azért elhanyagolhatóak a cigihez képest. Hát hogyne, de hogy szerintem azért is mutathatja azt a statisztika, hogy kevesebben dohányoznak, mert lehet, hogy csomóan átálltak ezekre. Hát a fiatalok biztos, most már ez a menő. Mi az IQOS? Ugye? Igen, de az, annak is van nikotintartalma, csak nincs égéstermék. De én azt, valamiért az volt bennem, hogy az egészség az sokkal fontosabb lett így az elmúlt 10-20 évben, de ugyanúgy nagyon sok fiatal dohányzik. És, hát nem. Szerintem a fiatalok körében legtöbbször inkább csak úgy lett fontos az egészség, ami kívülről látszik. Elmész a kondiba, és akkor izmos vagy, jó az alakot, stb. De az, hogy amúgy belül mi történik a szervezetedbe, az is inkább csak azért számít, amit meg azért követnek bizonyos diétákat, hogy aztán kívül az meglátszódjon az izmain, de hogy nem azért, hogy nem tudom, jól legyen a bélműködésük, meg ilyenek. Tényleg fiatalnak, hogy van egyetem pénz a cigire, nagyon drága, de értem. Szóval azt mondod, hogy vannak ilyen kigyúrt emberek, akik nagyon szép, egészségesnek tűnnek, és közben isszák az energiát és cigiznek. Ilyen nincs szerintem. Nem, nincs ilyen. Én se ismerek ilyet. Ja, az alkoholfogyasztás is eléggé, hogy mondjam, népszerű Magyarországon, még az így ide van bígyezve, de főleg a férfiak körében. Ugye a nők nem annyira isznak. De hogyha nők isznak, akkor azok inkább az idősödő nők lesznek. De hát az alkohol az egy férfi sport, mit szólsz ez? Akkor nem csoda, hogy hamarabb halnak a férfiak amúgy. De most egy nagyon fontos más dologra akartam rátérni. Ez az, amit nem néztem meg direkt előre. Ó, láttam, van több is. Ez nekem nagyon tetszett, szóval kíváncsi, hogy mi a véleményed erről, hogy csak nekem kicsit kellemetlen ez a dolog, de van ez a sztár üzenet dolog, hogy így tudjátok, hogy lehet fizetni sztároknak, hogy felvegyenek egy üzenetet, erre több ilyen honlap is boldog van. Boldog szüni napot, Péter! És hogy ebből ez a sztár üzenet, ez kirakja néha ilyen válogatásokat, hogy tudd, hogy milyen szolgáltatást veszel meg, és... Ez ilyen szekunder szégyenes. Hát, nem akarlak átadni, úgyhogy inkább nézzük meg. Már a videó felirat is tök jó. Mindenki másképp csinálja. Na nézzük, várjál. Szia Tamás, boldog születésnapot szeretnék neked kívánni. Hallottam, hogy te is gitározol. Engem bíztak meg azzal, hogy felköszöntselek téged születésnapod alkalmából. Minden vágyom ez volt, hogy téged felköszönthesselek a 37. születésnapod alkalmából. Azt kell, hogy mondjam, hogy öreg vagy, mint a f***m. Happy birthday to Kata, happy birthday to you. Hogy tetszik? Úristen, nagyon jó! Hallottam, te is gitározol. Megmutatom akkor, hogy kell ezt csinálni, csicska. Igazából így a videó, tudod, így, igazából róla szól, de amúgy boldog szüni napot. Meg ez, hogy minden vágyam az volt, hogy téged felköszöntsenek. Nyilván, nem tudom. Kaptam érte 20 000 forintot, bazen. Igen, és ott a kocsiban éppen eldobtam a gyereket a bölcsibe, és munka között felveszem gyorsan. Hogy mondjuk, ha valakinek belefotóznak a torkába, és ebből egy óriási méretű plakát készül?
Gigapóster. Szóvics, poénés. Sí. Karinti gyűrűs. Ezt a nacsa írta. Ha szóval rajtunk nőtetek fel, az a teljesen csodák között. Nem lettetek baltásgyilkosok, de hála Istennek a... Mirigy Hónaj, Mirigy. Nem szeretnéd, hogy az Mirigy Hónaj Mirigy köszöntsem festőnapodon? De hogy nem. És ez, amúgy ez a sztár üzenet, ez a világ legboomerebb dolga. Amúgy lehet, hogy szegény nagymama összesporol 30 ezer forintot, hogy a gyerekének vegyen egy ilyet, tényleg a szeretetből csinálja, de akkor is akkor. Szóval ez az egész, nem tudom elképzelni, hogy ezt 50 év alatt bárki erre befizet. A kívánunk sok boldogságot nektek, és Lacika, mi lehet, hogyha megjön az esküvő? Fontos az előjáték, és aztán mehet be a zacskó is! Sztár üzenet. Ti is ilyen vicces dolgokat nyomtok, nem? Jó pofát! Mi nem vagyunk viccesek, csak jó pofák. Sok ilyen van, és mindegyikben van egy éneklős. Imádom, hogy tudod, így próbálják előadni, hogy te egyébként fontos vagy nekik. Igen. Fontos a te szülinapod. Ha csókolom a drága szíved, jaj, Anna Marie, hello, kagyalóka, itt a Jattas Tomi, Magyarország legnagyobb sztára, nem is a legnagyobb, hanem a három legnagyobb, úgyhogy vigyázzál! Mi az, nem tetszik? Érígy holány, mint egyes csávó megszakad itt, hogy ezért vicces legyen. Gyerekek. Mellettem békét találsz. Drága Melinda. Nem tetszik, énekel. Imádom, hogy így alap nélkül, és akkor tudod, megtartja a szüneteket. Ilyen annyira kellemetlen, másik szobában, tényleg itt így vasárnap délelőtt átkiabálna valaki. Kivettem a levest! Várjál, most köszöntöd ezek föl! Úristen! Én nem tudom elképzelni ezt, hogy ez amúgy nem megalázó ez a szolgáltatáson részt venni, hogy 20 ezer, 30 ezer ér, azt mondom az irigy hónap, mert így már 50 ezer forint, de hát ott sokan is vannak, de hogy azt érzem, hogy egy igazi sztár az nem szorul rá ilyenekre, hogy 20 ezer hát forintért ének helyen a telefonba. Vivo! Nélküled nem ér semmit az életen. Ez a dal neked szól. Ezen rosszul vagyok. Ti nem akartok a csokival ilyeneket? Énekelnénk is, az a legjobb. Burka háttérben lenne az izével. Ki volt az a cringe choice ukulelével, vagy mivel idén? Igen, meg! Na jó, én ezt nem bírom tovább. Jaj, de jó pofak, ezek a mirigyesek, te! Tényleg amúgy a szegény irigy hónai mirigyesek is már tényleg abból élnek, hogy 20 éve híresek voltak, és most fali napukon nyomják, meg ezeket nyomják. Igen, ezt mindig rájuk itthon. Egy slágert kell, egyszer kell egy nagy slágert írnod, és abból meg lehet utána 30 évig élni. Ezt mindenkinek, aki szeretne, mondjuk ez nem mondom, hogy utána nem kell dolgozni, de hogy eléggé kiüresítő élet lesz, mert mondjuk ilyeneket kell de majd csinálni. Mondjuk a Dérhemi, azért őt hozom példának, mert az ő fotója van itt, de hogy ő egyébként most mit csinál? Hát ő zenész, nem? Hát de még mindig. Hát miért? Hát de én már falunapos plakátokon se látom, hogy nem tudom. Most lehet, hogy dolgozik az új lemezén, hát tudom is én. Shaming-ered a Dérhemin? Nem. Na, látod, ezért nehéz a női előadóknak. Lenne egy, azt is shaming-ered. Csak azért, mert semmilyen slágere nincs mostanában, mert régen annyi volt. De hogy ő volt, hogy átpozícionálta magát a magyar Nicki Minaj-ra, aztán nem nagyon jött be. De most még erre rá akarok térni, mielőtt most ez, tudom, hogy... Igen, ez te, mint akik ruhákat... Kedvenc oldalam, imádom. Az a lényeg, hogy ez egy kínai cég, aki, hát hogy mondjam... Iszonyat olcsó, silány minőségű ruhákat, silány minőségű anyagból, éhbérért dolgozt tatva az embereket tesz össze, és pár ezer forintos ófasz áron árusítja, aztán felveszed kétszer, és akkor ilyen sárga folt lesz végig, meg nyúlik össze-vissza. De csak a férfi ruhák, a nők azok izzadnak. Minden szar. Valami olyan helyen dolgoztatnak, ahol van amúgy is valami ellentét, hogy kiket dolgoztatnak, ott várja, volt valamilyen, hogy további balhé is van itt, várja. Ujgur kényszer munkaerőt alkalmaz, amire most nagyon ugrik Amerika, és ott alapból mindenféle politikai ellentétek vannak, és akkor hívott egy csomó influencert a Shein, jól mondtam? Shein. És Shein megmutassák, hogy milyen jó minden, és akkor igazából ez visszaütött, mert hát láthatóan azért nem túl hiteles, hogy az influencerek elmennek, és azt mondják, hogy jó, itt minden jó. Nem értem, hogy lehet valaki ez ennyire ostoba? Alapból azokat sem értem, amikor ezt az oldalt elkezdik reklámozni, és ilyen haul videókat mutatnak, hogy nézzétek, ez a falső csak 800 forint volt, és igazából tök jól áll rajtam, és
meg ti is, mert ez amúgy tényleg tök jó, de nem! Ó, nincs olyan területe a sínnek, hogy a picsában-e. A TikTokon csomó ilyet láttam, hogy egyszerűen tényleg ez egy az egybe influencerként nyitott szájjal a faszerdőbe. Nem reklámozunk ilyen oldalakat. Miért a Hound nem se jobb? És én Kínában csináltatja meg. Pontos települést nem tudok mondani, de hogy volt is egy katasztrófa, hogy annyira rossz volt maga az épület is, amiben dolgoztak a varrónők, hogy az ott összeomlott. De az a baj ezzel, hogy most lehet mondani, hogy neked mondjuk akkor nem támogatod ezt a céget, de egy csomó embernek csak erre van pénz, akkor az mit csinálja? Csak erre van pénze, és hetente jár hozzá a... Nem az influencerek, utár, nem az influencerekről beszélek. Én sem az influencerekről beszélek, hanem azokról az emberekről, akik jó, ezt csak ennyi, akkor megveszem, de hogy egyébként hetente jár hozzá a futár, és ha kiszámolod, megrendelsz, nem tudom, egy ilyen tök random pólót, és az tényleg pár használat után szétjön a picsába az egész, utána veheted az újat, és azt is nyilván a sínről fogja berendelni, mert ott olcsó, de hogyha ezeket az összegeket félreraknál, ha csak 3 rendelés összegét, akkor már egy jobb minőségű kijönne. Most ez ugyanaz, hogy szegény valaki, akkor miért cigizik? De honnan tudja, hogy milyen jó minőség? Én nem tudom, hogy mi az a pólókban, a férfi pólókban nem tudom, mi az, ami jobb minőségű. Mert az összes nekem nem látok különbséget ezek között a boltok között. Azt látom, hogy van, amelyik drágább, de nem vagyok benne biztos, hogy tényleg jobb is. Lehet, hogy csak ugyanazt már átcímkézik. Hát legyél tudatos vásárló, és... Nem tudom, hol nézek utána. Tele van az internet, 99% a reklám. Nem tudom leszűrni, hogy tényleg mi az, aminek hihetek. Vannak olyan oldalak, amik, meg van, úgy emlékszem, egy ilyen alkalmazás is, ahol megnézheted, hogy az adott fast fashion bolt az valóban mennyire tudatos. Turkáló? Mikor? Az most visszajött divatba. Én nagyon szeretek turizni. De valaki nem szeret turizni, meg azt is tudom, hogyha világéletedben csak a turit engedhetted meg magadnak, és akkor lesz mondjuk, nem tudom, kikerülsz a munkaerőpiacra, és akkor végre lesz saját kereseted, egész jól keresel, és végre megengedhetsz magad adnak olyan ruhadarabot, ami nem más levetett ruhája, hanem először a tiéd, meg ilyesmi, azért annak is megvan így az öröme, de hogy könyörgöm, ne egy sínes szírszar legyen, de hogy egyébként az anyagösszetétel is full műszál az egész. Meg fogsz benne dögleni. Használjátok a Vintidet. Olyan dolgokat lövök a Vintiden, hogy elképesztő. Az most nagyon divatba jött az is. Csomó minden. Az a közvetlen, olyan, mint a turizás, csak közvetlenül. De ott... Hát igen, hát ilyen használt ruha piac, és ott is próbálnak, mint ahogy minden egyes alkalmazásban így átverni. Itt is vannak olyanok, hogy jön ilyen kamu üzenet, hogy kell az e-mail címed, meg a telefonszámod, rád ír random egy ember, hogy szeretnék tőled vásárolni, de ezt kell az e-mailed, meg a telefonszámod, ilyeneknek nyilván nem kell bedőlni, mert az alkalmazáson keresztül van megoldva a fizetés is, szóval, hogyha nem vagy teljesen idióta, akkor nem tudnak átverni. Legalábbis nem könnyen, de hogy a Vintidet én azért is javaslom, mert csak akkor kapja meg az eladó a pénzt, hogyha te átvetted a csomagot és leokéztad, hogy az van benne, szóval nem lehet olyan baki, mint mondjuk Facebook Marketplace-en, hogy kapsz egy, nem tudom, csomagkövet, vagy rendelsz egy kamerát, és akkor kapsz egy téglát a Facebook az dobozban, annyira ajadékhely, hogy ott nem mennék semmit se venni kell. Valami szekrényt mondom, ezt csak vigyék el annak is örök, hogy felraktam, hogy ingyen elvihető, és több százan értek, és fél lehet? Óra alatt. Ja, persze, meg még ki is szállítom neked. Te is számolj fel. Igen. Még fizetek, hogy elvigyed. Biztos valamire jó, de mondjuk ruhát nem biztos, hogy mernék venni Facebookon, de gondolom, hogy Vinted jó, mert ott látod, hogy az eladó hogy van értékelve, és akkor... Igen. De tudom, hogy sokan rá vannak kattamba, vagy van olyan ismerősöm, aki nagyon nyomja amúgy ezt. Ezt még mindenképp szeretném sorra keríteni. Voltam is a koncerten a hétvégén, vagy mikor volt ez pénteken, egy Krúbi nevű úriember lépett fel. Krúbi nevű szardarab. Igen, és úgy látszik, hogy többen is lehozták ezt a hírt, de ez a kedvencem, hogy a vadhajtások lehozta, hogy így alázta Fideszt és Orbánt a Krúbi nevű szardarab. Beteg performance a Budapest Parkban. És ennyi a szövege az egész cikknek, és akkor utána le is írják lentebb, hogy inkább itt vannak a képek, nézzétek meg ezeket, botrány, és a képek azok így semmi. A bal oldal üdvöskéje Krúbi, azaz Horváth Krisztián úgy öröngött az orbáni diktatúrában. Nézzünk bele, mert nem mindenki lát. Nézzétek azt a gyalázatot, amit művelt ez az ember tényleg. Nem tudja, hogy hol a határ.
gyalász, én ott voltam, és örjöngtem, hogy, hogy mekkora gyalászatot nyomott. Hánytál. Igen. Felspanoltad magad, végén még a Nessa-t is kifetted. Nézzétek! Nézzétek! Be kéne fóliázni ezt a gyereket is. Pedig ez az oroszlán királynak a újra dolgozása, ami amúgy akár pozitívan is lehetne értelmezni, nem? Felesleges írni ja. Bármit is, a képek magukért beszélnek. Nézzétek, hogy... A tények magukért beszélnek. Mi folyik itt? De itt is beöltözött ilyen középkorú, nem, középkori, nem tudom minek. Igen. Nézd, ott van Várkonyi Andrea kép. Itt az emberek táncolnak. De amúgy tényleg, amúgy azt hittem... Ott van két, kim van a bugyja? De hát ez most, ez legalább heteró, nem? Ezzel nem kéne, hogy baj legyen, de hogy a vadhajtások, azt hittem, hogy az ilyen nagyon szélsőjobbos, és nem gondoltam, hogy a Fideszt szeretik, de úgy látszik, most már a Fidesz egyre jobban imponál a szélsőjobbnak is, ami nem tudom, hogy dicsérete. De itt azon vannak megsértődve, mert annyira azért nem gyalázta Fideszt és Orbánt, hogy furcsa, mert erre volt utána a Telexen is cikk, meg minden, én azért annyira durvának azért nem éreztem, hogy egyáltalán ebből cikk kéne, hogy legyen. Szóval ez sokkal rosszabbakat nem is lehetne. De hát nézd meg, ennyi érvet tudnak felhozni. Semmit. Három mondat van ebben az egész cikkben, és tudod, így áttolják neked a felelősséget, hogy meglásd ebben a szörnyű dolgokat. Nem is mondok inkább semmit. Nézzétek meg a képeket. Jó, hát és utána tudod, így a cikkíró is ül, hogy látod? Én azt gondolom, hogy azért ez ilyen bele kéne, hogy férjen, nem? És akkor itt a kommentek is jók. Budapest Park, ha tudnám ki ez a köcsög, oké. Okay. De nem tudom, lehet. Diktatúra, ki ez a gírhes buzi, ki ez a majom, szarkupac. Már itt vannak, ha lejjebb mész, hogy börtönbe is kéne zárni, és minden van itt. Én a ki ez, én még nem láttam sehol, nem hallottam róla érveket, imádom bárhol. Tehát bárki, hogyha akármilyen elismerést kap, teljesen mindegy igazából, akkor is. Ki ez? Én nem ismerem, ez egy senkit. Ja. Függetlenül, mert te nem ismered még. Azt írjátok, hogy mondjuk gáz, hogy mindenbe politikát kell beleerőszakolni. Szerintem nincs mindenbe bele előszakolva. A magyar zenék 99%-a politika mentes. A Krúbi az pont nem, de ő a kisebbség. Szóval nekem az is fura lenne, hogyha semmilyen zene, itt mindenki távol maradna a politikát. És úgy érzem, a mai fiatalok már nehéz szó nélkül maradni ebben az országban. Szóval szerintem az, hogy a Krúbi bevállal ilyeneket, az szerintem kifejezetten üdítő dolog. És ezt emiatt is sokan szerintem ő az egyetlen előadó, aki ilyen szinten bevállal ilyeneket. Hát igen, nagyon keves. Hát az a Tóth Gabi is bevállalja, csak meg is kapja a díját, értem. A legtöbben csak ilyen kis odaszúrogatásokat szoktak amúgy. Hát a Carson Coma srácoknak az új albumán van pár olyan dal, ami most odamondósabb lett, de hogy ők is kifejezetten azt nyilatkozták, hogy ők nem akarnak egy ellenzéki zenekar lenni. Tehát, hogy ne akassza rájuk senki se ezt. Egyszerűen zenélnek arról, ami fölcseszi őket, meg eddig az előző albumokon arról volt szó, hogy nem tudom, az előző problémáikról, nyilván akkor még csomó olyan szám volt, ami így a fiókból elő lett húzva, és akkor középiskolai élményből származik, vagy ilyen saját magánéleti megélések. De hogy ezeket már így kipipálták, és nyilván, ahogy haladnak előre, úgy egyre aktuálisabb dolgok fogják őket inspirálni, meg egyre. Hát, de ez normális, szerintem, hogy fiatalok, a problémáik, fiatalok rendszerkritikusok, ez a normális, szerintem mindenhol. Tehát, ha amerikai zenét, lehet, hogy nem figyeltek a szöveget, Amerikában nagyon sokszor politika van a zenében, ilyen-olyan, de hát ez szerintem az lenne fura, hogyha itt a politik, vagy semmilyen rendszerkritikus zene nem lenne. Hát nyilván a fiatalokat is érdekli az, ami történik körülöttük, mert hogyha meg nem, akkor meg az a baj, hogy leszarják, szóval. És hát az, hogy a Krúbinál ez nem egy újdonság, hogyha valaki követte, akkor már legelejétől volt ilyen éle, és hát valószínűleg az új album se, ami nem tudom mikor jön, de idén valamikor jön. Hát már mondta ott az egy koncerten, meg szerintem már amikor kijött az új szem, akkor is be volt ez harangozva. Valószínűleg lesz még benne rendszerkritika, de csak tippelek, hogy egy Krúbi albumon lehet, hogy majd még szóba kerül az Orbán. Nem biztos, nem látok a jövőbe, de én... Lehet, hogyha úgy jön ki a Dream, vagy nem tudom, hogy írnak szövegeket. Oda. De lehet, hogy nem. Hát csak azért, hogy jól jön ki. Én szerintem, én el tudom képzelni, hogy ilyen is fog történni. Na még ez az utolsó, amire ki akarok térni, most erre van. Jó. Van egy új mozgalom, ez a Threadwife. Igen, a feminizmus előtti időket sírják vissza a netet letaroló háziasszonyok, szóval itt vannak háziasszonyok, akik így nagyon romantizálják a 50-es, 60-as, 70-es éveket a amerikai, amikor a nőnek még csak otthon kellett lenni, főzni, meg minden, és ugye vannak ezek a véres szájú feministák, és akkor van, aki...
És akkor van, aki úgy érzi, hogy ez, ő nem ezt szeretné, ő szeretne visszatérni a klasszikus értékrendekhez, nem akar szétszakadni. Így amúgy megindokolt ez a egyik csaj, aki népszerű TikTokon. Alapvetően azt nem értem, hogyha azt mondja, hogy ő a klasszikus értékekhez akar visszatérni, és a férje engedélye nélkül el sem hagyhatja a házat, akkor mit keres a TikTokon? Például itt egy csaj, aki de ezt nézzük meg, aztán majd... Sokat nem fogsz ebben megtudni amúgy. A zenét le is veszem, mert csak letiltanak. De amúgy, hogy mondjam, azt értem, hogy ő miért népszerű a TikTokon, mert jól néz ki. Nyilvánvalóan benne van ez is, és akkor romantizálják, hogy jó, itt egy klasszikus értékrendű csaj, aki a férjének él. De amúgy most érted, ez a stílusa, meg neki tök jó ez a felállás, akkor legyen tök jó. Egyedül, szóval engem az bosszant föl, amikor minden egyes nőt szeretnének valamilyen, vagy minden egyes embert, mert férfiakra is ugyanúgy vannak skatulyák, amikbe bele akarják kényszeríteni őket, és hogy bárkit bármibe beleszorítani, szóval, hogy csinálja nyugodtan, csak ne akarja, hogy én is ezt csináljam, mert én ebbe tudom, hogy nem tudnék kiteljesedni. Szóval leszarom, hogy ő Thread Wife akar lenni, mutassa ezt be. Ha neki jó az, hogy valakinek a kutyája lehet, akkor legyen. Én nem akarok. Miért? Ez lehet, hogy valakinek ez de nem, tényleg, hogy kényelmes, hogy neki kényelmes, nem, nem kell felelősséget vállalni. Többet. Igen, hogyha ő ennél nem akar többet. Azt hogy ő már gyerekként is tudta, hogy nem akar olyan feleséges, hogy jelenni, hogy teljes munkaidőben dolgozik, és azt mondja, hogy ő otthon akar lenni, mert nem akar 100 felszakadni. Ez is lehet egy stressz a mai nőknél, hogy igazából mindennek kell lenni egyszerre, és akkor szét kell szakadni, és azt mondja, hogy ő lehet, hogy jogosan érzi, hogy neki ez nem hiányzik, mert látta a szüleinél, hogy ez problémát okozza. Hát igen, de inkább az a fura, hogy ezt eltolja olyan végletig, hogy most komolyan a férjétől kell engedély, hogy kilépjen a házból. És emberek nagyon furcsa dolgokra izgulnak, amúgy lehet, nem tudom. De amúgy nem tudom, ez hosszú távon működni fog-e egy ilyen kapcsolat amúgy. Hát most figyelj, hogyha a férfinak is ez kielégítő, hogy hazamegy a tip-top feleséghez, meg hogyha ezt ők anyagilag megtehetik, hogy a férfi keres annyit, hogy a teljes háztartást, az ő fizetése az fenntartsa, meg a felesége is tudjon kozmetikushoz, fodrászhoz, körmöshöz, izéhez járni, akkor ok. De hogy az az érdekes, hogy régen, ugye romantizálják az 50-es, 60-as éveket Amerikában, de az egy kicsit más világ volt, mert ott még azért... Hát szerintem csak stílusban. Stílusban, de... Én egyedül ebben tudom romantizálni, de egyébként nem éltem volna akkor. Nem, hát pont az, hogy régen ezt még ha jobban meg tudták engedni alapból maguknak az emberek, mert hogy akkor még nyilván sokkal többet keresett a férfi, úgyhogy sokkal előre nem voltak az, hogy a nő is dolgozik, meg ott a nők még nagyon kiszolgáltatok helyzetben voltak, és azt néztem a cikkben, hogy ilyen nagyon durván, nem is volt olyan régen, hogy olyan szabályok voltak a házasságnál, hogy én azt nem is hiszem, hogy ez megnézem. Hogy 50 évvel ezelőtt is rizikósnak számított ez, mert házasságon belül nem érőszakot, a családon belül érőszakot, ezt például nem nagyon büntették, csak hogyha már nagyon-nagyon-nagyon ciki volt, meg olyanok voltak, hogy így 70-es évekig saját hitelkártyák se lehetett a nőknek, 74-ben vált törvénytelenül, hogy a hitelzők nemi vagy családi alapot alapján diszkriminálják. Mert csak elköltenének mindent. Igen. Válás esetén nem kaptak semmit, meg hogyha hozzámentek valakihoz, akkor onnantól kezdve oda csatolták a férfihez. Szóval ilyen nagyon durván kevés joguk volt a nőknek, és akkor nyilván kevesebb volt a válás, mert egyszerűen annyira kiszolgáltott. Igen. Hát nem tudtam mit csinálni. Mindent. Volt egy kifejezés, ami nagyon megragadt, ezt meg kell keresnem, hogy ja, a férnek joga volt meghatározni a család lakóhelyét, így ha a férj elköltözött, és a nő nem volt hajlandó követni, a nőt elhagyással lehetett vádolni. Több államban is a férjnek azt is megengedték, hogy a feleségükkel való egyeztetés nélkül jelzálogot vegyenek fel a házukra, vagy akár a közös tulajdonukra, másra hagyják. Hát értem, és akkor így ilyenkor érdekes, hogy ezt azért gondolom, ezt nem sírja vissza, csak ez érdekes, hogy hogyha valami teljesen... Akkor ne bújtassa abba a köntösbe, hogy az 50-es, 60-es évek stílusában szeretne feleség lenni, mert hogy akkor vállalja ezeket is, vagy akkor nem mondja azt, hogy az 50-es, 60-as évek felesége akar lenni, hanem mondja azt, hogy ő egy ilyen kinézetre, ilyen stílusú, tehát hogy a divat oldaláról közelítse akkor csak meg, hogy egyébként ő szereti ezt a kinézetet, szereti ezeket a ruhákat, de hogy egyébként az etikai dolgaival is csak azzal kapcsolatban szeretne klasszikus lenni. Szóval, hogy érted, akkor ne mondja rá azt, hogy az 50-es, 60-as évek tradicionális felesége. Mert hogy abba ezek is beletartoznak. Meg ez olyan kiszolgáltatott, nem? Hogy
amíg ott vannak a gyerekek, meg minden addig, ez is egy ilyen gyakori dolog, amit megfigyeltek, hogy ott vannak a gyerekek, addig neki él teljesen, ő így dönt, de aztán úgy egy után kirepülnek a gyerekek, és akkor egy kicsit így magára marad, és akkor lehet, hogy a férj megfog, és lelép egy fiatalabba, vagy nem tudom, szóval, hogy így kiszolgáltatottá teszi manapság már az embert, vagy régen is, de ma is, hogy így teljesen a férjnek a... Teljesen rá van utalva. Igen. Hát ha csak az anyagi részét nézzük, akkor is, tehát hogyha el is válnak, akkor is ki fog fölvenni bárhova egy olyan nőt, nem tudom, elmehet takarítónőnek, vagy hotelba, szobalánynak, vagy bármi ilyesminek, de hogy egyébként, mert hogy igazából ezekben van tapasztalata, de hogy nem hiszem, hogy bárhova felvennék dolgozni. Na, de hát van, aki ezt romantizálja. Mondjuk itthon még romantizálni se kell, mert itthon ugye ezek a normális értékrendek, úgyhogy igen. Ide kell költözni Magyarországra, és itt... Tudom én, mit keresek most itt. Igen. Egyszerűen. Most hát csak, hogy meglegyen tudod. Kilépek innen, és a boton már vár. Így és van. Csicskalángost kapom. Meg már nekünk is kellett egy ilyen, hogy most volt egy nő, és akkor meg igen, volt a kvóta. Nem lehet azt mondani, hogy nem tudom, mint hogyha nekünk kéne a nőknek is platformot adni, nem tudnak maguktól. Igen. Nagyon köszönöm szépen, hogy adtál platformot. Szívesen máskor is szívesen várunk. Ezt majd elmosom magam után. Nem kell mosni itt a borka. Kösz, hogy itt voltál. Most én már amúgy is túlhúztuk, de ez az utolsó hátünk, úgyhogy gondoltam, hogy most itt belehúzunk még, mert ezen a héten már nem lesz normál rész. Nyári szünetre mentek. Valahova ki van írva, hogy vakáció? Azt kellett volna ide a falra. A vakáció az jelenti csak, mint hogy... az iskolában a felkiáltó jel kezdeni. Igen. Hát szünet alatt is majd dolgozunk mindenféle dolgon, de azt majd majd csak szeptemberben fogjátok megtudni, meg ilyenek, de igen, nyilván mi is fogunk nyaralni egy kicsit, meg nem dolgozni pár hetet. Ja, tényleg ezt miatt elfelejtem, megnézzük, hogy milyen az állás, mert ez borzalmas. Nézzük. Még mindig a Nessai Reakció vezet 487 feliratkozásra. Szedjétek már össze magatokat, mert tényleg már teljesen ki van a puzsérba az zeng. Villancsak ciciket, hogy feliratkozzatok? Az 200 000-nél ígérjük be akkor. Mert most már 100 000-re beígértünk, vagy 10 másik dolgot. Úgyhogy légy szíves, szeretnénk, hogyha nem győzne a Nessai, mert az azt jelenti, hogy nincs igazság ebben az országban. Kösz, hogy itt voltál, és akkor majd még találkozunk, remélem. A mások is hajlandó, hogy eljönni. Hát, meglátjuk. Holnap nem csak én, nem csak ketten leszünk itt, hanem hárman, ha minden igaz, és egy egész különleges adással készülünk, amire egyszerűen nem számíthatok. Aki komoly adást vár, az ne is nézzen be holnap, aki egy kicsit őrültebb adásra... Mi te mit csinálsz? Aki őrültebb adásra vágyik, az meg nézzen be holnap, mert itt kőkövön nem fog maradni. Őrület lesz! Ez az. Promózzad. Most mondd el a végét, gyerünk. Három őrült itt lesz. Már csak az a kérdés, hogy... ti itt lesztek. És...